csapatomban szentül üveg, mert érte dobognak a kék-fehér szívek. Na szavaztok srácok, Kovács Mester nagyon sok szeretettel köszönt mindenkit Zete karrierje kezdetén. Elérkeztünk ugyanis a PES 17-ben a Zete karrier első részéhez. Annó május környékén volt ebből egy jó pár rész, két-három rész a csatornán. Hatalmas üdvrivalgás fogadta akkoriban ezt a sorozatot, nagyon sokan szerettétek. Nagyon sokan vártatok folytatást, na már most sajnos ezt az elmentést nem sikerült megtartanom. Viszont ugye az Ete karrier az folyamatosan tervben volt most már hónapok óta. Én nagyon szeretem az Etét, életem csapata a Real mellett, úgyhogy úgy gondoltam, hogy itt a PES-ben már csak miattatok is újra elkezdeném velük a menetelést. Az alapbeállításaimmal meg is lennék, és úgy gondoltam, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez a sorozat végig live-okban, de live keretein belül is fog majd híbe-hóba természetesen menni. Most az első részt ezt mindenféleképpen csupán videó keretein belül fogom megcsinálni. Nem akarok az első résznek olyan túl nagy hype-ot csinálni. Végül is itt tényleg csak a... igazából a keretet fogjuk összepofozni, tehát ennek olyan nagyon nagy jelentősége úgyisten igazán nincsen. Hát körülbelül, hát nem is tudom, e kettő között vacilálok, vagy ez ilyesmi inkább a valóságban a hajam, tehát a kettő keveréke legyen ez, kicsit világosabb, és style normál, tehát természetesen copper nem leszek, hát szerintem egy médium, nekem is médium kb. Hajam általában, de azért nehogy már down legyen, az up ez jó lesz, vagy akár egy ilyen, ez túl homáros mondjuk így játékon belül, de hát ez meg még inkább. Úgyhogy nem tudom, nem tudom. Legyen left 2 mégiscsak, jó? Lesz left 2. Ilyen nem kell. Hát ilyen sem kell. És akkor így. Így fogok kinézni körülbelül. Jó, menjünk tovább. Menjünk tovább. Én azt mondom, Kovács Mester most először is csapatot választ. És természetesen azzal a Egerszeg együttesét fogom választani. Úgyhogy én azt mondom, uraim, hogy 1-2-3, hajrá Zete! Elérkezik tehát a nagy nap, a bemutatásom napja. Hát remélem, hogy nem fogok Nagy Tamás sorsára jutni és meneszteni, nem fogok a menesztés sorsára jutni 7 tét mérkőzés után. Úgyhogy 7 tét mérkőzésen nagyon jól szereplek. Na mindegy, itt vagyok, bemutatnak az Eténél. Óriási célkitűzésekkel érkezek természetesen Zalaegerszegre, és célom az lesz, hogy a keretet feljuttassam az élvonalba, ugyanis ott van az Etének a helye. Ez a gárda NB1-es csapatot ér, vagy ez a város, ez a szurkolótábor, ez a klub NB1-et érdemel. Ugye 2017-18-as szezon szerint vagyunk. Először is csinálok nagyon gyors bemutatást, mielőtt megfeledkeznék róla. És mutatok egy tabellát, hogy kik szerepelnek jelen pillanatban az NB2 mezőnyében. Tehát kikre kell számítanatok. Ugye Franciaországon belül vagyunk. Ne kérdezzétek, hogy miért. Honvéd Fradi Superkupa egyébként. Szóval a tavalyi csapatok vannak itt. Azt mondja, hogy 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-an vagyunk, így van. Akár csak a való életben, ugye volt egy 16 csapatos volt az NB2. A Békés Csaba, a Budafok, a Budaörs, a Cegléd, a Csákvár, a Dorog, az Eto, a Gyirmót, a Barcika, a Kisvárda, a Moson-Magyaróvár, az MTK, a Spari, a Siófok, a Sopron, a Soroksár, a Szeged, a Szolnok, a Vác és a Zete szerepel az NB2-ben. Most variáltam volna, kicserélhettem volna az MTK-t a Vasasra, és ugye a Kisvárdát a Balmazra, és nem volt hozzá kedvem. Jó lesz ez, ugye sajnos akárcsak májusban három darab csapatnak a logója valamiért nem klaffol, nem sikerült azóta
illetve négy csapatnál, nem sikerült azóta sem megtalálni, 3-3, bocsánat, először mondtam jó, nem sikerült azóta sem erre a javítást megtalálni, na mindegy, az ETE-nek tökéletes a logója, nekem az most a legfontosabb, ugye itt az NB1 mezőnye is, nagyon jó, és akkor, hölgyeim és uraim, most lesznek váltások a kerepbe, a lehető leginkább megpróbálom majd valósághűre alakítani ezt a csapatot, de lesznek olyan játékosok, mint például Polényi Gábor Poleszt, én nagyon szeretem, és számolok vele. Már csak annak tükrében is, hogy sajnos egyik közös kedvencünket Ajdával, Kúnyát nem tudom ugye leigazolni. Csak MB2-ig van megcsinálva ez a mod, szóval ő kilőve. Ugye őt Pécsről hozta az ETE, az MB3-ból, úgyhogy Kúnyát nem tudom leigazolni Polesz helyére. Ő viszont így marad. A védelemben ugye nem tudom Lesják Zoránt idehozni, viszont mivel Forgács András, Forgi, korábbi csapatkapitányunk nincs, és hát gyakorlatilag Nagy Tamás sincs, én így tőlük is megválnék akár csak valóságban. Mi ez a transfer? Place on transfer list. Igen, ugye Krecz Bálint sincs már itt, úgyhogy őnek is helyet szorítunk, természetesen az elnök fiának Ágoston Donátnak is helyet szorítunk, és a másik maradó, a biztos maradó az Vernes Ricsi lesz, gyerekek. Imádom Vernest mai napig, és én azon zetések között voltam, akik amúgy megtapsolták mostani pályalépése során is. Én kölcsönbe küldeném Eckert, Kertész Tamás mehet, őt amúgy nem ismerem, Vas Gyurit szintén nem, és érte jött is egy ajánlat, úgyhogy én elengedem őt Franciaországba. De Vas Gyurit hogy ne ismerném, ő most Siófokon szerepel kölcsönben a való életbe. Illetve nem Siófokon, hanem mindjárt mondom nektek, hol szerepelnek kölcsönben a fiatal zetések. Hévízen, igen. Szabó Marektól is megválnék, bal hátvéd posztra ugyanis Gergényi Bencét fogom leigazolni majd. Patvaros Zsolt szintén elmegy, ő sincs már itt, Hegedűs Tamás sincs már itt, Paulics Patrik sincs már itt, őt amúgy nagyon kedveltem, és Gottfried Dánielt is elengedjük, ő sincs már itt. Úgyhogy Szemerédi marad, Balázs Zsoca itt van, Fújszot elengedjük, ő sincs már itt, Baba nem is lehet kérdés, Tomás Dubek elmegy, Nagy Gábor az elnök, illetve a tulajdonos fia itt marad. Vagy bocsánat, ő Vég Gábor, Nagy Gábort is elengedem, de Vég Gabi is elmegy. Nagyon át lesz szakítva, Keret Bedi természetesen jó öreg letenyei harcos marad. És akkor Koszó Balázs itt marad, rászámítok, kell mindenképp még egy középhátvéd. És egyelőre a Forgácsot, nem egyelőre, nem biztosan elküldöm, és Szappanostól is megválok, bármennyire is szerettem még itt léte során. Én már jobban szeretem Zöldes Illést, és jobban örülök, hogy ő a csapat jelenlegi kapusa. Úgyhogy én Zöldes Illésért mindenféleképpen be is jelentkezek a Kisvárda együttesénél, megpróbálom egy évre kölcsönbe csábítani, akár csak a való életben ugye. Akkor Gergényi Bence lesz a másik érkezünk ballback pozícióra, a játékban CB-nek van beállítva. Hát én leftbacknek fogom használni, ő is csak kölcsönben van, úgyhogy nála is ugyanezzel próbálkozok be a középpályán. Mindenekelőtt egy kis Mátét nagyon szívesen látnék, ő is nagyon fontos lesz ebben a csapatban, egy Irmóttól hoznám el, őt véglegesen. Madarász már is érkezni fog természetesen. Puskástól, és akkor jelenlegi utolsó érkező az Gajdos lesz, de természetesen többiek is, ahogy csak tudnak, érkeznek majd a csapatba. Nekem egyelőre ugye csak 5 játékost enged egyszerre igazolni. Ami nagyon fontos, hogy nekem... Schedule. Hogy kezdjük a bajnokságot Kisvárda ellen idegenben, nem lesz egyszerű. Team management, game plan. Na nézzünk először is, no, ok. Nem erre a hadrendre gondolok alapból, úgyhogy várja mondjuk, Hudák is kell majd.
De mindenféleképpen, hogyha ebbe a felállásba maradnánk, akkor ugye zöldesi. És iszok közben egy kicsit. Ugye zöldesi. Érkezik még Devecseri, mint középhátvéd. Marad a Polényi. Mellé hozok majd még egy jobb hátvédet. Forgács ugye elmegy, Koszó egyelőre marad. Ide jön majd a Devecseri. Bedit, hogyha nem tudom föltolni, de én szeretném feltolni középpályára egyelőre. Nagyon jó. Itt lenne Madarász, itt Barci és Kismáté szerepelne. A bal oldalon egyértelműen Babati Benjamin, a csapatkapitány, elől. Illetve elől egyelőre nem. Jobb oldalt Vernes, az előre toltékünk jelen pillanatban Balázs Zsoca, de amint megérkezik, Gajdos Zsolt lesz a csatárom. És akkor irányítóba egyelőre marad ez a Tomás Dubek nevezetű fiatalember. Hát ez a terv, srácok, ez a terv. Így szeretném majd alakítgatni ezt a keretet. De ehhez először is szükség lesz majd érkezőkre, és maradhat kapásból ez a felállás kezdéskép. Ugyanis ez mindenféleképpen egy szimpatikus felállás számomra. Na nézzük, hogy mire jutottunk, van-e valami újság. Oké. Team Management, Negotiations, Other Clubs, ugye Gergényi, Kis és Madarász esetében úgy néz ki, hogy sikerült minden. Gajdosnál nem sikerült, és Zöldesinél sem sikerült egyelőre. Doesn't look like the veined loaning important player. Aha, kölcsönben nem akarják engedni. Viszont megpróbálkozunk ettől függetlenül. The club brand, please with how the player and the easy to learn me away about this world. Figyelj, én még próbálkozok, nekem szükségem van a Gajdosra mindenképpen. Viszont Gergényit szívesen látom Zalaegerszegen, akár csak Kis Mátét, és akár csak Madarászt, de Madarászra egyelőre nincs pénz, úgyhogy Kis Máté és Gergény kerülnek be egyelőre a keretbe. És hát várni kell, hogy jöjjön még be egy kis pénz, hogy tudjunk minél több játékost hozni. Így Nagy Gábor helyett én Kist beteszem a keretbe. Hol vagy Kis Máté? Oké. Egyelőre úgy látom, hogy még nincs itt Kis. Mire várunk még? Tehát... Aha! Várjuk, hogy megérkezzenek. Jó. Úgyhogy Kissék hamarosan az ETA játékosai lesznek. Szükség lesz még pénzre, és pont ezért kell majd minél gyorsabban még az MB2 rajtja előtt, hogyha úgy van, elengedni játékosokat. Mert hát kell pénz az igazoláshoz. Oké. Zöldes és Gajdos ügyében is frissülések, két új játékos pedig csatlakozik a kerethez. Kis Máté az egyik. Nagyon-nagyon jó igazolást hajtottunk végre, így Nagy Gábor helyett beáll majd Kis. Nagyon jó. Center midfielder. És Gergényi is megérkezett, megnézzük, hogy Balbekbe. Jó lesz Balbekbe is végül is a Gergényi. Én azt mondom nektek, srácok, vagy középhátvédbe tegyem. És akkor azt tudom még elképzelni, hogy. Forgács helyett Gergényi középhátvédbe, Bedit akkor beteszem ide, Bedi lesz így a bal hátvédünk, Patvaros egyelőre odajött a kezdőbe, és akkor hogyha Gergényi mindenféleképpen inkább belső védőnek jó, akkor itt lesz egy Devecseri, Gergényi, Bedi, Polényi, kapuban ugye egy Zöldesi majd, itt egy Kis Máté mellette, a Barci Dávid, itt egy Madarász Márk, Vernes, Babati és elől ugye majd Gajdos. Meg Novák Csanárot is tervezem szerződtetni, tehát lesznek itt még igazolások. Természetesen, csak hát ugye közben el kéne adni is játékosokat, tehát... Na látom, nem érkezett át olyan ajánlat sajnos. Other Clubs. És Zöldesivel is sikerül megegyezni, úgy néz ki. De Gajdossal is, csak Gajdos egyelőre nem tud érkezni. Úgyhogy, hát legelőször is... Most Zöldesi az, aki kell nekem a Kisvárdától. Oké.
Oké, és nem tudom egyelőre elhozni sajnos madarászt és gajdost, kell még hozzájuk majd pénz, de jó lesz így. Bízzatok bennem, srácok, bízzatok bennem. Itt még keret lesz a nyári átjárási időszak folyamán, tehát itt én patvarosért bejelentkeztek. Vagy az overall, nem az overallja emelkedett, utánpótlásban is vannak játékosok, ott is körülnézhetünk. Oké, na nézzük, hogy mi a stájsz úgymond. Oké, Zöldesi csatlakozott, Forgácsért bejelentkeztek Brazíliából, az úgy érdekes lesz. Na mindegy, nézzük Forgit, eladjuk egy megfelelő jelenet esetén természetesen, Negotiations. Scout, kiket talált nekem? Hát, ez a no-name srác nekem nem kell, my team. És akkor... Akkor Forgács András. Tudjátok mit? Nem gatyázunk, elengedjük a Polényit. Vagy a Forgácsot, bocsánat. Forgács elmehet. Már csak várni kell arra, hogy megnyíljon előtte az út. Zöldesi is megérkezett. És akkor most érkezik Madarász. Nagyon jó. Madarász már is itt lesz még a kezdésig, és már csak Gajdossal kell majd utána megegyeznünk. Nagyon jó. Alakul a keret, srácok, azért azt kell, hogy mondjam, hogy alakul. Szapit kivesszük innen, Zöldesi bejön első számú kapusnak, és akkor Szemerédi Norbert lesz a cserekapus, Szemerédi Norbert József, és egyelőre így nézünk ki. Jó, nagyon bízok benne, hogy még a kezdésig sikerül a Madarászt valahogyan elcsábítanunk a Puskástól, van még egy rövid időnk. Hát nem sikerült, úgy néz ki, úgyhogy még Madarász Márk nélkül, ha minden igaz. Oké, Vég Gábor ér a Barcika, jelentkezik be, Fújszt vinnék, Kertészt vinnék, és Dubeket is vinnék. Forgács távozik, de Madarász csatlakozik. Hoppá! A sportigazgató Sallói jó híreket hagyott azért itt. Madarász már a miénk. Nagyon jó, úgyhogy... Úgyhogy Tomás Dubek helyett Madarász Márkkal rohomozik majd a csapat. Nagy Gábort egyelőre felteszem a Fuisz Richard helyett. És akkor itt még egy Ecker Milan, mint a való életben. Paudi Csaddig bejön a Kertész helyett, amíg nem sikerül elpasszolni. És jelen pillanatban ez a keret. Ágoston Donát helyett még egy Szabó Mareket leteszek a kispadra. Jó. És lesznek itt még váltások a keretben természetesen, amíg csak tudom, erősítem ezt a keretet. Van néhány új érkező tehát, és meglátjuk, hogy mire megyünk majd Kisvárdán a nyitófordulóban. Kondás Elemér csapata ellen nem lesz könnyű dolgunk, ugye itt még Kondás volt az edzőjük. Hát én megpróbálom őket legyűrni, illetve megnézzük, hogy kiért jött ajánlat. Vég Gáborért a Barcika jelentkezik be, hogy a Holó Életben a Budaörsöd választotta. Elfogadom a Barcika ajánlatát, természetesen Kertészt szintén elengedem. Fuisz Richardot úgy szintén elengedem. És akkor nagyon úgy néz ki, hogyha Tomás Dubeket is, igen, Tomás Dubeket is el tudom engedni. És akkor nagyon-nagyon úgy fest, hogy lesz itt bizony lehetőség Gajdos szerződtetésére. És bizony. Srácok, úgyhogy egyelőre még várni kell a Spari válaszára. De a következő mérkőzés, tehát a Kisvárda elleni mérkőzés után nagyon úgy fest, hogy Gajdos is csatlakozni fog majd az Alegerszekhez. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy egész jó kis keretet sikerül így összehoznunk az idei MB2-re. Mindenképpen egy olyan keretünk lesz, amely eséllyel, joggal pályázik majd az MB1-re jutásba, az MB1-be jutásra. Úgyhogy igen, hogyha esetleg van ötletetek, hogy kit kéne leigazolnom, akkor várom a kommenteket szeretettel. Még ránézek a keretre, hogy igazából hol kéne esetleg ezt a keretet megerősíteni. Nem erre az opcióra megyünk, hanem a gameplanre. Igazából kapus ügyileg ugye megvagyunk, Zöldes és Szemerédi.
Ugye Gergényi és Koszó a két középhátvéd, egy igazi középhátvédet még látnék, Nagy Tamást még tervben van, hogy eladom. Hát minimum egy, de inkább kettő középhátvédre még szükség lesz, Polényi mellé kell majd még egy jobb hátvéd. Bedi váltó embere Szabó Marek lesz, ott majd nem változtatok, őt nem adom el szerintem. Patvarost viszont el fogom adni, úgyhogy ide is kell majd ember. Ugye Kis Máté társa majd Barci Dávid lesz, aztán ide Madarász. Baba posztján ott van az Ekker Milán, nem is kell akkor oda igazolni. Vernes, Nagy Gábor, Vernes mellé kell még erre jobb oldalra egy ember, és Balázs Ocelyet majd jön ide ugye egy bizonyos Gajdos Zsolt, úgyhogy Balázs és Gajdos megoldják majd a csatárgondokat, mert még Novák Csanád leigazolása is tervben van. Úgyhogy még mielőtt elfelejteném, team managementre rámenünk, negotiations, és rá fogok még keresni gyorsan a Barcira, mert biztos vagyok benne, hogy elfelejtem az idő múlásával. Úgyhogy Barci Dávidért bejelentkeznék. Na ő még mindenféleképpen egy olyan játékos. Igaz, hogy azt jelzik, hogy right midfielder, de Barci egy elég jó játékos, aki rengeteg poszton bevethető. Szóval kétlem én azt, hogy ő right midfielder lenne. Úgyhogy igen, meg még akkor ránézünk a Novákra. Novák Csanád. Hát kicsit máshogy néz ki a valóságban, de nem baj. Ő is tervben van, a 201 cm-es csatár. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Innen folytatom legközelebb, jön az első meccsnap majd. A Kisvárda Master Good csapata vendégei leszünk az MB2 nyitófordulójában. Úgyhogy Imiszkó lettem volna. Hajrá Zete, hajrá kékfehérek! Sziasztok!